Tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat a mikrofonnál, Király Tamás, a mai vendégünk pedig Kiszeli Zoltán, politológus, a századvég politikai jellemzési igazgatója. Itt van velünk a vonal túlsó végén. Jó napot kívánok, köszönjük, hogy fogadja a hívásunkat. Jó napot kívánok! Ma kezdődik az Európai Tanács kétnapos ülése az Európai Unió államfőinek részvételével. A főbb napi rendi pontok között Ukrajna közel-kelet a versenyképesség, a migráció és külügyi kérdések is szerepelnek, és ott lesz Volodymyr Zelenszky ukrán elnök is ezen a csúcs találkozón. bemutatja a győzelmi tervét, amiről most már egyre több konkrétum szivárog ki, de kezdjük akkor az Európai Tanács ülésével, mit várhat a következő két napban. Hát az látszik, hogy Európa rossz bőrben van. Nem csak Németországot rakta az Ekonomist ismét címnapjára augusztusban, mint Európa beteg emberét, 20 éve nem volt példa, hanem az egész Európai Unió nagyon le van maradva a világgazdaság többi pólusától, leginkább dél ázsiától ami most a leggyorsabban növekvő világgazdasági pólus. Ezen belül persze mi inkább Kínára figyelünk, de ugyanilyen látványos felzárkózó fejlődést mutat Indonézia, Malázia, más ország, Fülöp-szigetek, Vietnám. Tehát azt látjuk, hogy a világgazdaság prosperitása, most Dél-Kelet-Ázsiában van, ott van egy középosztályosodás, egy prosperitás, egy gazdasági növekedés. Hát alulról indulnak, látványos a növekedés. Az USA is jó helyzetben van, bár itt ugye az elnök választás előtt az a hivatalban lévő adminisztrációnak a problémája, hogy ez a három százalék körüli gazdasági növekedés, ami impozáns, és tényleg egy jó gazdasági növekedésnek mondható, ez országos szinten, nemzetgazdasági szinten jelentkezik, és ez nem csorog le a középső és alsó rétegekhez, ezért sokan nem látják azt a gazdasági növekedést, ami országos szinten, a gazdaság szintjén adott azonban ez nem csorog le. Tehát Amerikában is azért, ha megnézzük, egy nagyon komoly fejlődést látunk, ugye Joe Bidennek az inflációcsökkentési törvénye 800 milliárd dollárt tolt be a gazdaságba, nagy rész hitelből persze, de az a lényeg, hogy Amerikában egymás után épülnek az új gyárak, leginkább a 21. század technológiáját biztosító üzemek, és ezért egy nagyon impozáns, vagy hát mondjuk így, hogy az ázsiaihoz képest kisebb, de azért mégis egy, egy elég combos, egy elég jó gazdasági növekedést látunk az USA-ban is. És hát Európa ezzel szemben nagyon le van maradva, tehát itt igazából már nem csak stagnálásról beszélhetünk, amikor a német gazdaság 0,1%-kal növekszik, vagy a francia 0,5-tel, hanem azt látjuk, hogy az egész Európai Unió rogyik össze, az ipar elvándorol, egymás után zárnak be a gyárak, Németországban a Volkswagen 10-ből két gyárát akarja bezárni. Olaszországban nem tudnak autókat eladni, nagyon összeomlott az olasz autóeladás. Tehát ott is arról van szó, hogy esetleg be kell zárni autógyárakat. Tehát azt látjuk, hogy Európa válságban van. Hát az európai csúcsnak ezekre kéne valamilyen választ adni. Tehát a nulladik kérdés valóban a versenyképesség, hogy Európa hogyan tudja azt a gazdasági potenciált visszaépíteni, vagy hogyan tudja nagyjából megőrizni még azt, ami a kevéskét, ami van. Hogy hogy világgazdaságilag egy tényező maradhasson, hogyan tudja Európa a 21. századra való átállást valahogy ezt nem csak megcsinálni, inkább eltervezni, mert amit eddig gondoltak, a Green New Deal. A, a benzines-foszilis technológiáról való áttérést a megújuló energiára, de ez nem működik. Nem fogynak az elektromos autók, azt látjuk, hogy hiába vannak szélkerekek a tengerparton, hogyha az ipar a, a hegyekben van, mondjuk Németországban délen van az ipar, és, és nem, nem építették ki a távvezetékeket. Tehát nagyon komoly problémái vannak Európának. A gazdaság terén, a versenyképesség terén a 21. századi technológiáknál Európa nagyon le van maradva, itt Ázsia a világelső, nyilván, Japán, Tajvan, Dél-Korea, Kína, azok az országok, amelyek a 21. század technológiáiban világelsők. Itt az USA bizonyos területeken vitathatatlanul vezet, a mesterséges intelligencia terén, például nyilván az USA vezet, vagy a digitális fizetési módszereknél az USA világelső kínaiak trónkövetelők, de lényeg az, hogy Európa ezekben a 21. -21. századi technológiákban a fasorban sincsen. Tehát ezekről kéne elsősorban beszélni. Ez a legfontosabb kérdés, mert ha nincs pénz, akkor hiába tervez Európa bármit is, nem fogja tudni megvalósítani. És hát erre épülnek a többi problémák, amiket szerkesztő úr is felvetett. A, a, nyilván az ukrajnai háború, mint a kontinens stabilitását Leginkább fenyegető tényező, és hát erre a többi kérdés, a migráció, a, a külpolitikai kérdések, és hát a legnagyobb probléma az, hogy amit a mainstream kínál, az már az európai emberek többségének nem kell. Tehát amit migrációs megoldásként kínálnak, az látszik, hogy nem működik, amit a háborúra kínálnak, látszik, az sem működik. És hát itt van az elefánt a szobában, az amerikai elnökválasztás, még az a három hét, ami hátra van, egy olyan bizonytalanságot jelent, hogy akármiről is döntenének most, hogyha mondjuk Donald Trump nyeri a versenyt, és 25. január 20-ától ő költözik be a fehérházba, akkor nyilván akármiről is döntenek most, azt újra kéne gondolni. Tehát ilyen szempontból ez a nagy bizonytalanság szintén ott van a teremben, még ha talán keveset is beszélnek majd róla. Ugye látjuk azt, hogy múlt héten Strasbourgban a magyar elnökség kapcsán a versenyképességről kellett volna beszélni, aztán az inkább magyar belpolitikai adók kapott le, de közben mégiscsak elhangoztak fontos kijelentések meg gondolatok. Itt a mostani ö, európai tanácsülésen mennyire várható, hogy végre a tényleges és a lényeges dolgokról beszélnek? Ugye említette, hogy az, az amerikai elnök elnökválasztások időpontját meg kellene várni, mert hogy akkor sok minden eldől, de mégiscsak egy kicsit olyan érzése van az embernek, mint hogyha most azért úgy nekiálltak volna dolgozni, és legalább találkoznak rendszeresen, és próbálják megbeszélni a dolgokat. Kérdés, hogy jutnak-e bármire, és ha igen, akkor mire? Igen. ez a menetrend szerinti ülés, tehát ilyen szempontból, hogy ezeknek megvan egy ilyen fix menetrendje, hogy egyszer Brüsszelben találkoznak, és egyszer az adott elnökséget adó országban, ugye ez majd az amerikai elnökválasztás után lesz itt Budapesten, november elején, 6-a, -a, 7 -e, 8 -a, amikor egyrészt az európai politikai közösségnek lesz a találkozója, ugye ez a 27 tagország plusz a nyugat-balkán hatországa, illetve a keleti partnerség hat országából öt, amely eljön, és hát lehet, hogy az angolok is tiszteletüket teszik. Tehát azért ez egy nagyon fontos kezdeményezés, ugye ez a csatlakozási tárgyalásoknak egyfajta ilyen fóruma még Macron elnök kezdeményezte, és hát ugye a másik, ami utána lesz, az pedig a, az uniós vezetőknek a találkozója szintén november elején Budapesten, ahol pont a versenyképesség lenne a fő téma, és hát ugye a magyar kormány azt reméli, hogy egy versenyképességi paktumot is sikerül elfogadni, hasonlóan ahhoz, ahogy a 2011-es magyar elnökség idején egy költségvetési paktumot fogadtak el, ilyen Sixpack volt a neve, egy ilyen hatos csomag, ami német, holland, osztrák sugallatra egy olyan szabályt fogadtatott el az összes tagországgal, amihez hozzá is járultak, ami a költségvetési fegyelmet volt hivatott biztosítani, adósságfék, adósságplafon és más fegyelmezett költségvetésre szorító. Ez az más kérdés, hogy nem tartották be őket, mert mindig találtak valamilyen kifogást, most leginkább a Covid-ot, hát vagy, vagy előtte is már az ERO válságot, hogy ne kelljen ezeket betartani. És hát most is azt látjuk, hogy főként a déli országok, az erróadóság a déli országai nagyon komoly bajban vannak. Ugye Franciaországban most legalább 50 milliárd eurót kéne megszorítani, ugye hát ez nem, nem jó ötlet, ugye nem szeretik az emberek ott a megszorításokat, és hát látjuk, hogy Olaszországban is igazából ugye omlik össze minden, az olasz ipar romokban van, ugye mindig azt a számot szoktam hozni, hogy amikor bevezették az ERO-t, akkor az olasz ipar adta az eróadóság zóna ipari termelésének nagyjából 15%-át, most már 7%-nál sincsenek. Tehát ugye ha megnézzük a számokat, most nemrég volt egy cikk a Frankfurter Allgemeine Zeitungban az olasz autóiparról, például, hogy alig fogynak az autók, hogy mondjuk nagyjából 7-8 éve még csak a Fiat, mint olasz autógyártó rendelkezett, vagy adta el az olasz autópiasznak, a, tehát ő birtokolta a harmadát, nagyon minden harmadik autó nagyjából egy Fiat volt, amit eladtak, és most ott tartunk, hogy a Fiat most már csak 10%-ot hasít ki az olasz autó tortából, autó eladási tortából, és a Stellantis csoport, amelyhez most már ez az olasz szég is tartozik, vagy francia és német márkák, ez ad már csak 30%-ot. Tehát azt látjuk, hogy nagyon lecsökkentek az eladások, egyszerűen nem versenyképesek az autóik, mert jók az autók csak drágák, vagy nem versenyképesek. És hát ugyanez érvényes az ipar, olasz ipar többi részére, és ez a franciákra is érvényes. Tehát azt látjuk, hogy nem véletlenül javasolt már drági évente 750-800 milliárd euró hitelfelvételt. Tehát nem arról van szó, hogy a megtermelt pénzről mondják azt, hogy oké, okay, ennyi pénzünk van németeknek, olaszoknak, franciáknak, osztrákoknak, és ebből a megtermelt pénzből fektessünk az, az új iparágokba, hanem hogy vegyünk fel együtt hitelt, és 27%-ban a németek költségére, és majd abból csináljunk valamit. Tehát itt látszik Európa helyzete, Magyarország nyilván valami mást kínál, és hát erről is szó lesz. Nem véletlen egyébként, hogy Orbán Viktor múlt héten kedden tartott egy nagy nemzetközi sajtótájékoztatót, ahol megpróbált ezekről az európai témákról beszélni, arról az alternatíváról, amit Magyarország a brüsszeli képest kínál, és ezért is volt az, hogy szerdán az Európai Parlament plenáris ülésén direkt szerintem nem ezekről az európai témákról beszéltek, hanem a magyar belpolitikáról, pontosan azért, hogy ne arról kelljen beszélni, hogy a szankciók óta mennyivel drágábban veszi Európa az energiát, főként az usa vagy hogy Macron elnök mondta Bidennek, hogy az nem barátság, hogy négyszeres áron adjátok nekünk a gázt. Mert akkor kiderülne rögtön, hogy az európai hanyatlás az annak is is köszönhető, hogy valakik felrobbantották a gázvezetékeket Németország és Oroszország között, és ezáltal az európai iparnak a gazdasági modelljét semmisítették meg. Ezt nem lehet elégszer hangsúlyozni, hogy azért volt ott jó lét, azért volt növekedés, mert az olcsó orosz energiából prémium termékeket állítottak elő. Most nincs olcsó orosz energia, a prémium termékeket meg drágán állítják elő, tehát sokkal kisebb a marzs, sokkal kevesebb a profit, és ezért is vándorolnak el a cégek Európából, mert ha drága az energia, akkor nem fognak tudni itt olcsón termelni, vagy vagy, 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 gazdaságosan termelni. Na ezekről beszélne a magyar elnökség, Brüsszelben meg arról beszélnek, hogy hogyan lehet még jobban leválni Oroszországról, és nem sokára Kínáról hogyan tudunk leválni, és az azt jelenti, ugye, hogy nem arról beszélünk, hogy hogy lesz nagyobb a torta, hanem az, hogy hogy lesz egyre kisebb. Na Brüsszelben ez adat, ez, ez, szeretnék, és ehhez képes mond Magyarország mást. Beszéljünk akkor az orosz háborúról. Charles Michel, az Európai Tanács elnöke azt írta a meghívó, legelé, meghívó, levelében, hogy a tagállami vezetőknek konszenzusra kell jutniuk az ENSZ alapokmányára és a nemzetközi jog elveire alapozó békekezdeményezés ügyében. Ugye Zeneszki elnöknek a béketerve, amiről most itt majd fog beszélni. Néhány részletet ugye most ebből nyilvánosságra hoztak, van benne öt pont, meg három titkos melléklet, és azon gondolok, ugye ebben nagyjából az van, hogy kapjon fegyvereket és korlátlanul használhassa Oroszország mélységi területeinek a támadására, plusz vegyék fel Ukrajnát a nato plusz közösen használják Ukrajnának a nyersanyag készleteit és annak gazdasági hasznosítását. Azon gondolkodtam, hogyha ez a esetleg átmegy és zöld lámpát kap, bár eddig ugye nem kapott, akkor az mennyire teremt világháborús helyzetet? Hát igen, ugye a a fuldokló minden szalmaszán után kapkod, és hát Ukrajna nagyon rossz helyzetben van. Tehát látszik, hogy Zelenszkinek az a kalandja, amit idén augusztusban indított a Kurszki orosz régió megtámadására, az abszolút visszafelésült el. Hát nyilván nem sok jó lehetőség közül választhatott. Ugye erről már itt az útrahangban is sokat beszéltünk, hogyha Zelenszki ott hagyta volna az elit alakulatokat Dombászban, akkor mondjuk egy év alatt őrülték volna fel őket az oroszok. Most, hogy átküldte Zelenszki ezeket az ukrán elit alakulatokat régióba augusztusban, ezzel igazából teremtett ugyan egy új frontot, de ezek az ukrán elit alakulatok sokkal gyorsabban semmisültek meg. Tehát azt látjuk, hogy 1400 kilométert foglaltak el az ukránok Kurszk régióból, az oroszok saját állításuk szerint ennek a felét visszafoglalták. És azt látjuk, hogy azok az ukrán alakulatok, amelyek most a Kurszki régióban harcolnak, azok nagyon hiányoznak a Dombászi frontról, ahol az oroszok szintén gyorsabban tudnak előre menni. Tehát például most szeptemberben az oroszok nagyobb területet foglaltak el Ukrajnából, mint 2022 március óta bármikor, amikor ugye az, az kezdeti lendület után 22. február és márciusa között volt ugye a legnagyobb orosz területi nyereség, és most az idén szeptemberben. Ugye hát erről sokszor beszéltünk, hogy azzal, hogy Zelenszky átküldte az elit katonáit Kurszkba, maradtak a nagypapa katonák Dombászban, akik nem motiváltak, mert az utcáról fogdosták össze őket, nem motiváltak, mert alig kaptak kiképzést, és azért sem motiváltak, mert azt látják, hogy egy nap az átlagos élettartam, és hát ugye van, ahol bátran hart harcolnak, ezt nem szabad vitatni, de azért azt látjuk, hogy egyre több helyen vonulnak vissza a katonák, vagy adják meg magukat, mert egyszerűen nem látják a harcnak az értelmét. És Kuszkban pedig az oroszok, ugye, hogy 1943-44-ben a szovjet csapatok elkezdték ezeket a, a, németektől eltanult nagy átkaroló hadműveleteket, katlancsatákat. Ugyanúgy azt látjuk, hogy Kuszkban is kezdenek kialakulni azok a katlancsaták, ahol az oroszok kisebb ukrán egységeket zártak körbe, mondjuk ez a jelent, vagy ha sikerül nekik, akkor mondjuk egy egész ukrán ezredet is körbe kerítettek. Tehát ez, hogyha ez a taktika az oroszoknál beválik, akkor azt látjuk, ahogy 43-44-ben ez sokat lendített egyébként az hogy a szovjetek, a németeket ki tudták szorítani először Ukrajnából, majd 44 végére már Fehéroroszországból is. Tehát, hogyha ezt a taktikát megint leporolják az oroszok, akkor az azt jelenti, hogy miután a mennyiségi fölény náluk van, és az ukránoknak már nincsen minőségi fölénye, ezért, ezért ez, ez, ez fordíthat a, a háború menetén, bár ha nem is érdemben, vagy azonnal látványos változás, de egy, egy, ez azt jelenti, hogy nem csak a stratégiai kezdeményezés van az oroszoknál, hanem sokkal nagyobb tempóban tudnák pusztítani az ukrán hadsereget. Tehát ez, ez egy, ez egy minőségi változás, küszöbén vagyunk, meg kell várnunk, hogy az oroszok erre mennyi képesek, és meddig tudják ők is ezt csinálni. Ami Zelenszkit illeti, tegnap bemutatta a kievi parlamentben a győzelmi tervét, hát ez igazából ez egy ilyen PR akció, tehát nem szabad annyira komolyan venni, ugyanis az valószínű, hogy a nato nem veszik fel őket, és innentől kezdve a többi is bukik. Tehát ugye voltak itt már háborúpárti politikusok, Boris Johnson, aki lebeszélte az ukránokat a béketárgyalásokról 22. áprilisában, ugye már tavaly júliusban a NATO csúcs előtt, vagy most idén szeptemberben is írt a The Spectatorben, hogy azonnal föl kell venni Ukrajnát a nato -ba. a lengyelek és a baltiak is ezt azonnal szeretnék, de majd ez azt jelenteni, hogy erre már volt több példa, legalábbis hivatkozás inkább, hogy az NSZK-t hozzák fel erre példaként, mondván, hogy 1955-ben Németországnak a nyugati része és az akkori NSZK csatlakozott a NATO-hoz, és ugye 1990-ben a Német újraegyesítés után csatlakozott a volt NDK területe, is úgymond a NATO-hoz, tehát ezt, ezzel szoktak érvelni azok, akik Ukrajna-NATO csatlakozásán támogatják, hogy hát majd két lépcsőben fog Ukrajna támo tá ö, csatlakozni, először ugye az, amelyet a kievi kormány ellenőriz, és majd, hogyha egyszer rendeződik Ukrajna helyzete, akkor Ukrajna nemzetközileg elismert határai között, és de a Krimmel és az oroszok által most megszállt területekkel ki. Egészül, úgymond Ukrajna NATO tagsága. Az ukránoknak itt van egyébként egy jó érve, ők ugye azt mondják, hogy az ukrán hadsereg most a legharcedzettebb hadsereg, ez igaz is, hiszen ők most ugye az oroszok ellen élesben harcolnak már két és fél éve, és hát ők úgymond azt ígérik, az az ő hozományuk, hogy az ukrán hadsereg meg tudja védeni a nato hiszen ők tudják, hogy kell az oroszokkal harcolni. Ez nyilván csak abban az esetben érvényes érv, hogyha egy háborúból indulunk ki a NATO és Oroszország között, ez ilyen Háború. Hát a német hírszerzés főnöke most riogat minket ezzel, vagy vannak olyan más háborúpárti politikusok, akik ezzel riogatnak. De az ukránoknak ez lenne a hozománya, hogy harcedzett az oroszok ellen élesben harci tapasztalatot szerző ukrán hadsereget tudnának a NATO-ba hozományként hozni. De nyilván azt látjuk, hogy a NATO nem akar konfliktusokat importálni. Tehát ezért nincs esélye Ukrajnának arra, hogy fölvegyék a NATO-ba. Ezt sem az amerikaiak nem akarják, sem a németek nem akarják nyilván a törökökről nem is beszélve, magyarokról, szlovákokról, tehát ilyen szempontból nincs esélye Ukrajnának arra, hogy a nato a tagja legyen. Majd, ha valamilyen béke szerződés lesz, vagy sikerül a háborút lezárni, úgy, hogy egy új biztonsági architektúra is létrejöjjön, és Oroszországnak a szerepét valahogy rendezik az európai biztonsági architektúrában, na, akkor lehet szó. Tehát ez az első pont. Ugye a többi nyilván, és ami szerkesztő úr kérdésére a rövid válasz lenne itt a kitérő után, hogy nyilván azt, azt már korábban is követelték, hogy a nyugati nagyható távolságú cirkáló rakétákat alkalmazhassák Oroszország területe ellen is. Erre ugye csak az angolok és a franciák adtak engedélyt. Bár ugye, amikor az oroszok módosították a nukleáris doktrinájukat, gyorsan visszatáncoltak ettől az angolok és a franciák. Ugyanis ez valóban egy olyan provokáció lenne Oroszország ellen, ami egy minőségi szintlépést jelentene. Nem véletlen, hogy az oroszok befenyegették a nyugatot, és a nyugat behúzta fülét, farkát. Ugyanis, és itt kell emlékeztetnünk a német Luftwaffe tábornokainak a lehallgatott beszélgetésére, ugyanis a németek azért, pontosan azért nem adják át ezeket a precíziós fegyvereiket az ukránoknak, mert német katonáknak kéne kezelni ezeket a fegyvereket. Most nagyon jó példa erre egyébként Izrael, ahová az amerikaiak múlt héten ez a tád rakétát küldtek, légvédelmi rendszereket, és száz katonát is küldtek, hogy kezeljék ezeket a fegyvereket. Tehát itt látjuk, hogy hogy, hogy ezeket a, hogy a német tábornokok fogalmaztak, a britek már a terepen vannak, és Ukrajnában, illetve a franciák programozzák be a Skalp rakétákba az, 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 ukrán vagy oroszországi céladatokat, és a németek ezt nem akarják. És a tábornokok itt mondták, hogy akkor több lehetőség van. Az egyik, hogy a német katona otthon ül, és Németországban programozza be az oroszországi céladatokat, és úgymond eljutatja ezeket Ukrajnába, vagy hogy az ukrán katona Ukrajnában ott van a német rakéta fölött, és a német katona mondja neki, hogy ezt meg ezt írjad be, és akkor úgymond a német katona csak mondja, az ukrán katona meg csak beírja, és akkor így nem a német katona hajtja végre fizikailag mondjuk a programozást, de azért ott van. És hát nyilván azt is mindenki tudja, hogy ezeknek a rakétáknak a célba juttatásához olyan nyugati műholdas rendszereket kell használni, amelyek szintén nem az ukránoké, hanem a nyugatiaké. És ugye ez azt jelenteni, hogy ilyen nyugati minőségi segítség nélkül Ukrajna nem tudná ezeket a fegyvereket használni. És a zelenszkijék mindig keresik azokat az ürügyeket, hogy hogyan tudják a nyugati hatalmakat is bevonni ebbe a háborúba, mert Ukrajna ezt a háborút nyilván nem tudja végigvinni, és ezért reménykednek abban, hogy mondjuk a NATO tagságon keresztül belerángatnák a nyugati országokat a háborúba. Nyilván ezért is ellenzik az amerikaiak és a, a németek az ukrán NATO -tagságunk.

és hát a németek és az amerikaiak ugyanezért nem adják át az ukránoknak ezeket a nagy hatótávolságú fegyvereket, hogy nehogy berángassák őket a háborúba. Ugye itt mindig Charles de kell emlékeznünk. Charles de Gaulle a 60-as évek elején feltette a kérdést, hogy vajon az amerikaiak feláldoznák-e New Yorkot Párizsért? Nyilván nem. És ugyanezt a kérdést kell feltennünk. Vajon a németek feláldoznák-e Berlint, vagy Münchent, vagy Hamburgot, Kievért, vagy Harkovért? Nyilván nem. Tehát Zelenszkinek, meg miután már nincsen eszköze, és kezd Ukrajna Végéhez érni, ezért keresi azokat az eszközöket, hogy hogyan tudja berángatni a nyugati országokat ebbe a háborúba. Nyilván az amerikaiak nem akarnak, az európaiak közül, meg az angolok, meg a franciák azért próbálnak egy kicsit, főleg Macron elnök ennek az egésznek az élére állni. Mert azt remélik, hogy ha Trumpot választják meg az amerikaiak, és ő utána ugye ő hivatalba lép, akkor Macron azzal, hogy az Ukrajna, Ukrajnát támogató országok élére áll, ezzel ő kvázi a szabad világvezetője lehet, míg Trump ugye nem lesz az, és akkor Macron ezzel, ameddig még hivatalban van 27 nyaráig, addig addig ő a nyugati világ vezetője lehet, mint amilyen volt egyébként Angela Merkel 17 és 21 között, amíg ő volt a német kancellár, hogy akármit is mondott Donald Trump, a globalisták, ez a liberális hatalmi elit mindig Angela Merkelre figyelt, és nem Donald Trumpra, és most Macron azzal, hogy Ukrajnában így az élére áll a dolgoknak, vagy az ukrán támogatás tárgyában, ezzel azt reméli, hogy most ő töltheti be ezt a szerepet, ha Trump lesz az amerikaiak új elnöke. Azt szeretné egyébként ként vagy azt szorgalmazza a Charles mise hogy a tagállamok a hét legfejlettebb ipari ország a csoportját a G7 tagjaival együtt tegyenek eleget a júniusban vállalt kötelezettségüknek, mi szerint az év végéig körülbelül 45 milliárd eurót adnak össze Ukrajna katonai költségvetési és újjáépítési szükségleteinek támogatására. Ugye ez az, aminél már egy kicsit elveszti az ember a fonalat, hogy mi az, amit G7-ként adnak, mi az, amit Európai Unióként ad de mivel a magyarok nem akarják, ezért azt is külön adják, tehát hogy hogy áll össze a matek, és mi azt, amit meg tagállami szinten adnak, mert ott meg a németektől halljuk például, hogy adnának, csak nincs. Igen, tehát hogyha egy leltát kell készítenünk, akkor kezdenünk kell idén februárban az Unió által elfogadott 50 milliárd euróval, ami 5 évre szól, havi nagyjából másfél milliárd euróval kell támolnunk, itt már kijön, hogy ez semmire se elég. Tehát magyarul az 50 milliárd euró az 5 évre Ukrajna költségvetési támogatását célozná. Ugyanúgy elfogadtak plusz 20 milliárd eurót az Unió részéről, tehát 50 plusz 20 milliárdról beszélünk az Uniónál, ez a 20 milliárd ez fegyvervásárlásra menne, és a ukrán katonáki képzésére. Tehát ez az, amit az Unió adott. Az USA áprilisban elfogadott 61 milliárd dollárt, Ugye ez volt az a, az a tétel, ami ott nagyon húzódott nagyon sokáig. Ebből, ahogy, ahogy Anthony Blinken, amerikai külügyminiszter fogalmazott 23. decemberében, hogy minden 10 dollárból, amit az amerikaiak, Ukrajnának adnak, 9 vissza megy Amerikába. Tehát itt rögtön látjuk, hogy az ukránok kapnak levetett, vagy ilyen ócskavas szintű, vagy raktáron maradt porosodott rakétákat, miután a legmodernebb légvédelmi rakétáikat vagy Izraelnek adják, vagy megtartják. Képzeljék el a kedves hallgatók, hogy az amerikaiak hók típusú légvédelmi rakétákat adnak Ukrajnának, ami működik, tehát nem, 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 rossz fegyverről van szó, csak 40 éves. Tehát ami a 80-as években csúcs technológia volt, most az jut az ukránoknak, mert, mert a, a, a legmodernebb fegyvereket vagy Izraelnek adják, vagy nem akarják odaadni nekik. Tehát ilyen szempontból az a 9 dollár ugyanúgy visszamegy. Tehát az USA mondjuk ilyen 61 milliárd dollárt adott, ennek egy része, egy kisebb része Izraelben megy 15 milliárd körül. Hát ez az, amit eddig adtak. A G7 csúcs találkozó idén júniusban ugye arról döntött, itt a németek ellenállásával sikerült a németeknek megakadályozni a nagyobb bajt, ugyanis a háború pártiak, főként egyébként az amerikaiak akarnak kitolni az európaiakkal. Ugye az orosz nemzeti banknak nagyjából 300 milliárd dollárnyi vagyonát fagyasztották be külföldön. Ebből nagyjából 5 milliárd van az USA-ban, és 200 milliárd Európában. És azt mondják az amerikaiak, hogy hát az európaiak használják föl ezt az orosz vagyont, ami be van fogyasztva, ő, Ukrajna támogatására és az újjáépítésre. Hogy az amerikaiaknak csak 5 milliárd van, ők, ők, őket ez alig érinti, ezért vonoszkodnak itt az európaiakkal. És hát mit látunk? A G7, a németek azt mondták, hogy ezt felejtsék el, hogy az orosz vagyont erre használják, és ezért az a köztes megoldás született a G7 csúcson, hogy a befagyasztott orosz vagyonnak a hozamát fogják, Ukrajna támogatására fordítani, ez nagyjából 7 milliárd euró évente. Tehát annak a 200 milliárd dollárnak, ami Európában be van fagyasztva, ezt úgy kell elképzelni, hogy ez Belgiumban van a nagy része, ugyanis ott van ez a SWIFT elszámoló központ, meg vannak ilyen bankközi elszámolások, és az oroszok ott tartották ezt a pénzt, hogy az orosz bankok nemzetközi fizetési forgalmának ez a fedezete, hogyha Oroszországból történnek átutalások, vagy az oroszok vesznek valamit, akkor ugye ebből fizették volna ki, meg ide írták jóvá, amit az oroszok kaptak mondjuk az exportjuk után. És magyarul, tehát itt a G7 részéről nagyjából ilyen 7 milliárd az, ami. És hát ugye itt a G7-nél, mint mondtam, mindig vannak országok, amelyek felvetik, hogy hát azt a 200 milliárdot is el kéne menni. Az azért, azért kényes kérdés, mert nemzetközi bírósági határozat nélkül a más ország pénzét elvenni, az, az nagyon nem szabad, tehát az jogellenes. Ezért kell egy nemzetközi bírósági határozat, azonban ilyen nincsen, és nem is lesz. Illetve van egy nagyon fontos precedens hatás. Ugye például Dél-Afrika, felvetette, hogyha az oroszokat kötelezni kell Ukrajna újjáépítésére, azért a kárér, amit az oroszok Ukrajnában a bobázásukkal elkövettek, akkor Izraelt ugyanígy kötelezni kéne a gázai övezetben, és most már Libanonban lerombolt épületek újjáépítésére érzd. A délafrikaiak ugye nem csak, hogy keresetet adtak be a Nemzetközi Büntetőbíróságra izraeli politikusok és tábornokok ellen, hanem azt mondják, hogy akkor fogyasszák be Izraelnek is a külföldön lévő vagyonát, vagy az Izrelt támogató országok és cégek külföldi vagyonát, és abból kárpótolják a palesztinokat, vagy abból építsék újra gázát, mert ha ez működik Ukrajna és Oroszország tekintetében, akkor működjön Gáza és, és Izrael tekintetében is. Tehát ezt a precedest is a németek el akarják kerülni, az érthető történelmi okokból, hogy ők Izrael mellett vannak, és nem akarják, hogy ez precedens legyen. Tehát ez is bőven benne van. És hát igen, ugye itt van egy másik szempont is, hogy a NATO júliusban elfogadott az 5 40 milliárd euróból, amit Jens Stoltenberg akkori főtitkár kért, x 40 milliárdot. Tehát ez is itt van. És ugye itt a németek abban csalnak, vagy a Scholz kormány abban próbál most a választások előtt szavazatokat szerezni, hogy a németek lecsökkentik a tagállami támogatásokat. Ugye Németország idén 8 milliárd eurónyi segítséget küldött Ukrajnába, főként egyébként fegyvereket. Ez jövőre 4 milliárdra csökken, és jövő után másfél milliárdra. A trükk ott és az átverés ott van, a politikai kommunikációs trükk ott van, hogy közben a németek támogatják, hogy az Unió vagy a NATO fizessen többet. Tehát a nemzeti részt csökkentik, és a szövetséges szervezetek részét növelik. Ugye a többi ország alig ad pénzt, tehát az angolok adnak még érdemben fegyvert és pénzt Ukrajnának, a franciák és az olaszok csak szavakban támogatják Ukrajnát, anyagilag viszont nagyon, nagyon kevés, kevés pénzt adnak Ukrajnának. Nyilván egyrészt, mert nekik sincs, ugye hitelből élnek a franciák és az olaszok, az Európai Központi Bank hiteleiből élnek, ugye az államadóság Franciaországban 110% vagy már 115%, Olaszországban 140% és 60% a megengedett. Tehát itt látjuk, hogy ezek hitelből élő országok abból élnek, hogy az északi a gépen tartják őket. Nem véletlenül mondta Macron elnök egyébként, hogy az Európai Unió halandó és meg is halhat, és hogyha nem tudják finanszírozni, akkor szétesik. Vagy hogy Angela Merkel mondta, ha megbukik az Euró, megbukik az Európai Unió. Tehát Michel Michel most az unión keresztül akarná finanszírozni Ukrajnát, egyrészt, hogy a tagországoknak ne kelljen, és ezzel ne a békepárti erők erősödjenek vagy Amerikában most egyébként a republikánusok már ezt ügyesen használják, azt mondják, hogy azért nincs pénz a Milton hurikán után újjáépítésre, mert a demokraták odaadták a pénzt Ukrajnának. És hogyha más országokban is ez elkezdődni, azért nincs pénz az angol egészségügyi rendszer rendbetételére, mert odaadtátok a pénzt Ukrajnának, vagy azért nincs pénz a legatyásodott német infrastruktúra újjáépítésére, Dresztában összeomlott egy híd egyszerűen, mert nem bírta a strapát, és négyezer ilyen híd van Németországban, amit azonnal újjá kéne építeni és Dresdában volt, láttuk, hogy ez most azonnal összeomlott, de még nagyjából négyezret úgy fel kéne olyan, hogy azért nincs pénz a legatyásodott német infrastruktúra újjáépítésén, oda a pénzt Ukrajának. Ezért akarják kiszervezni Ukrajna támogatását ezekhez a szövetségi szervezetekhez. Egyébként mire lehet számítani most itt az EU csúcson, hogy lesz például arról döntés, hogy akkor milyen ütemben, hogyan kik folyósítsanak pénzeket Ukrajnának, vagy mert ha például Zelenszky most sem kapja meg, amit kér, akkor ugye, ha itt megnézzük az európai körútját, akkor még az ENSZ közgyűléses körútját, hogy azok nem sikerültek túl jól, tehát ha itt most nem dönt az európai tanács, akkor az, az elég jelzésértékű lesz. Nem, hát mindenki tudja, hogy Ukrajnát igazából szinten akarják tartani. Tehát annyi fegyver és pénz nincsen, hogy, 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 Ukrajna győzhessen, de itt már nagyon sokszor megbeszéltük az ultrahangban, nyilván a saját véleményemet tudom mondani, hogy a globalisták szempontjából az nem is cél, hogy Ukrajna győzzön. Tehát ennek az ukrajnai háborúnak úgy érjük meg a lényegét, ezt már nagyon sokszor elmondtam, mások is elmondták, hogy a globalisták, főként az amerikai globalisták ugye meg akarják nyerni a 21. századot. Ők nyerésre állnak Kínával szemben, Oroszországgal szemben, Indiával szemben. És ugye az ukrajnai háború egy eszköz, hogy Európát leválasszák Oroszországból. Ez már sikerült. Magyarország az utolsó ország, amely közvetlenül vásárol orosz energiát. Oké, a hollandok, franciák, németek vásárolnak Indiából, meg közvetítőkön keresztül orosz energiát, de közvetlenül már nem vásárolnak. És ugye még az ukrajnai háborúnak még van egy hozadék a globalisták számára, hogy le kell választani Európát Kínáról is. Tehát az ukrajnai háborút az amerikai globalisták, a demokraták olyan szinten akarják tartani, az az ukránok ugye nem bukjanak el, de el tudják húzni annyira a háborút, hogy az uniót még leválasszák Kínáról is. Ez Brüsszelben úgy mondják, ez a mondat, hogy nem függhetünk annyira a kínai kereskedelemtől, mint fügtünk korábban a ki, az orosz foszilis energiától. Tehát még, az, még, azt, még ezt a bőrt le akarják húzni erről a lóról, tehát ezért a, a nyugat annyi támogatást ad Ukrajnának, hogy az ne bukjon el, és de Oroszország ne is győzzön. Tehát nagyjából így értjük meg az amerikaiak magatartását, és hát persze Európára tolják rá a teher nagy részét, miután az amerikaiak a 21. század megnyerésére készülnek, ugye ennek így Kínát kell, Kínával kell leszámolniuk, Kínát kell tacsra tenniük, ezért ők nem érnek rá, hogy mond ezzel foglalkozni, és ameddig Európa az erőforrásait az ukrajnai háborúra fordítja, addig nem tud az USA veszélybetétársává válni, vagy nem tud a digitális technológiában felzárkózni. És ugye, ami az amerikaiak szempontjából idézi, ebben a legjobb hozadéka ennek az ukrajnai háborúnak, hogy pont a mi térségünkben vannak azok a szivárványkoalíciók és háborúpárti kormányok, főként egyébként a Baltikumban, Lengyelországban, Csehországban, amely, ahol a növekedés volt. Nyugaton már rég nincs növekedés. Itt a mi térségünkben van növekedés. És hogyha Lengyelországban, Csehországban, a Baltikumban, ugye szerencsére mi ebből kimaradunk szlovákok és lengyelek, de hogyha ezek az országok azt a pluszt, amit megtermelnek a háborúba teszik, akkor ugye ez a térség sem fog perspektívikusan növekedni, és nem lesz az USA-nak. Vagy azok az európai cégek, amelyek itt termelnek, ugye azok sem fognak az égig nőni. Tehát az ukrajnai háborút így érdemes nézni, valamilyen támogatást majd találnak az ukránoknak, de egyrészt nem azt, amit Zelenszki kér, mert az, amit beszéltünk a műsor elején, hogy az háború barángatna a nyugatot, annyit, annyit nem, érnek az ukránok, annyit nem akar a nyugat koszkáztatni, nem áldozzák fel New Yorkot, Párizt, Londont, Münchent, Kijevért, meg Harkovért, meg, meg, meg illetve hát a másik, hogy, hogy a pénzből sem tudnak nagyon sokat adni. Mert ugye egyrészt nincsen, másrészt pedig, ugye hitelből működik most már az Európai Unió nagy része, főként az előadóság zuna déli része, tehát pénzt sem tudnak adni, ami van egyébként, hogy a korábban megszavazott költségvetési támogatásokat folyósítják, illetve ugye hát amit látunk, hogy ami lejön a gyártósorról, tehát lejön a lőszer, vagy lejön a tank a gyártósorról, az rögtön megy Ukrajnába. Tehát, tehát nagyjából ennyit tud most az Unió adni. Az utolsó kérdésem az az, hogy Moldovában közben választások lesznek, és az Európai Tanács egyébként ezt a területet is áttekint, és látszik, hogy Moldovában azért eldőlhet az, hogy akkor melyik irányba orientálódnak, nyugati befolyás vagy keleti befolyás. Ön hogy látja a moldovai kérdést, és lehet-e abból még baj, hogy mondjuk más választási eredmény születik, mint amit az egyik vagy a másik nagyhatalom akar? Hát azért nagy meglepetésekre nem készülhetünk, hiszen a, a, az aktuális orosz párti politikai formációt mindig betiltják. Tehát azt látjuk, hogy hogy azért amióta ugye ilyen sorosista elnöke van Ukrajnának, ugye, az aktuális elnökasszony, az helyi soros alapítvány kuratóriumi tagja volt, ezer szállal kötődik a Deep State hez a, a, a nyugati háborúpárti koalícióhoz. Nem, tehát ugye Moldova egy nagyon fontos ország, nyilván ugye a transzinstitai részen az oroszok létrehozták már 30 éve a saját bábállamukat, a saját ilyen enklávéjukat, ugye annyit érdemes tudni talán, hogy hogy ezen a transznisztriai területen van egy nagyon nagy katonai lőszerraktár, tehát még a szovjet időkből ott volt, a, akkor még a 14. hadsereg állomásozott ott, és annak a lőszerraktára még megvan. Ez nagy mennyiségű ö, szovjet, vagy hát mai nap orosz típusú lőszert jelent nagyjából 2000 katona van ott, de hát ezek is ilyen nagypapakatonák, katonák, tehát nem, nem aktív orosz katonákról kell beszélni, hanem inkább ilyen, 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 nyugdíjas állásról. Tehát azt látjuk, igen, hogy Moldova politikai szempontból nagyon fontos, hiszen ugye a keleti partnerség egyik országa, a választáson szerintem egyértelműen a nyugatbarát erők fognak nyerni. Ugye van egy népszavazás is az uniós tagságról, szerintem ez is meg lesz. Egyébként ennek nyilván az is az oka, hogy amióta Oroszország megtámadta Ukrajnát, Ukrajnában sem volt egyértelmű, hogy akarnak-e csatlakozni a nyugati szövetséghez, amióta az oroszok megtámadták Ukrajnát, az összes ország azonnal csatlakozni akar a nyugathoz, és a társadalmakban is egy nagyon komoly fordulat volt. Ez egy lassú fordulat egyébként, tehát még amikor Ukrajna független lett a 90-es évek elején, akkor még Oroszország volt a minta, Oroszországba mentek dolgozni, még a 2000-es években is, amikor eljött ez a fellendülés, a Mielci névek után, akkor talán még főként Kelet-Ukrajnából Oroszország volt a minta. Azonban, ahogy a mi térségünk az uniós csatlakozás után felzárkózott, főként Lengyelország, onnantól kezdve az ukrán vendégmunkások már nem Oroszországba mentek dolgozni, hanem Lengyelország. Két millió ukrán dolgozott Lengyelországban a háború előtt, most is nagyjából. Tehát azt látjuk, hogy egy nagyon komoly változás következett be ebben a térségben, hogy Románia is az unió tagja lett, a NATO tagja lett, és főként az uniós tagság miatt Románia is elkezdett növekedni, hát nagyon lentről indultak, ezért is ilyen látványos a fejlődés, mint hogy a mi térségünk minden országa, ezért a moldávok is már nem az ukránokra meg az oroszokra tekintenek példaként, hanem a románokra, mert ahogy a, a, a fehér oroszok meg az ukránok Lengyelországot tekintik most már mintadónak, meg nyilván attól a tabra lévő országokat, úgy a moldávok is, meg az összes kis nemzet, a grúzok, az örmények, mindenki azonnal a nyugat részévé akar válni, pont azért, hogy elkerüljék Ukrajna sorsát, hogy nehogy megtámadják őket, a maradék országokat, a befagyott konfliktuson túli területeket, illetve, hogy ugye annak a növekedésnek, vagy annak a nagy egységes piasznak is a részesei lehessenek, és ezzel ugye, aki a nyugati szövetség része, az már nem lehet Oroszország, vagy az oroszok által működtetett szövetségek része, azért említsük meg egyszer legalább, hogy van az uniónak egy ilyen orosz ellenpéldája, az euró Gazdasági Unió, nem igazán működik. Ugye van az a független államok közössége, amit Oroszország dominál, de pont onnan menekülnek el az országok, ugye? És hát igen, ahogy Moldovát próbálja a nyugat beszippantani, úgy azért nagyon sok regionális alternatívája van az orosz befolyásnak, például a Türk tanács, ahol Magyarország megfigyelő tag, de hát ezek a különböző, ugye Kazasztán, Azerbajdzsán, az Üzbegisztán, meg a többi országok is ugye a Törökország felé orientálódnak, nem csak politikailag, hanem gazdaságilag is, és hát Kína a középső folyosóval, ugye Kazasztánon, Azerbajdzsánon keresztül a középső folyosó, ami ugye energetikai és közlekedési folyosó szintén építi a maga befolyását, és az új sejem által is. Tehát azt látjuk, hogy ezeknek az orosz regionál már is törekvéseknek vannak alternatívái. Nyilván a legvonzóbb földrajzilag az európai térség számára az Unió és a NATO, ugye a közép részen a türk tanács, és hát ennek az egész térségnek, bár ahol a nyugat van, ott nem lesz Kína, a, a, a az új sejemút is egy ilyen alternatívája, de Moldovának egyértelműen az Unió, és én azt gondolom, hogy amennyire én látom a helyzetet, hogy a moldáv társadalom többsége őszintén a nyugati orientációt választja, nemcsak a stabilitás és a biztonság szempontjából, hanem a gazdaság és a, és a potenciális prosperitás szempontjából is. Kiszerült voltál, köszönjük szépen. Köszönöm én is.